A Nagy Ferenc miniszterelnök kutatócsoport egyik vezetője és alapítója Ginelli Zoltán. A kutató stúdiónk vendége volt az egykori kisgazda miniszterelnök születésének 120 éves évfordulójára rendezett megemlékezést követően. Nagy Ferenc 1946-tól 1947-ig volt Magyarország kisgazda miniszterelnöke. 32 év emigráció után Virginia államban hunyt el, és ott is temették el. Korának meghatározó személyisége volt. Egyszerű falusi gyerekből a miniszterelnökségig vitte. Élete személyisége példaértékű ma is. A kutatócsoport, melynek sokrétű a tevékenysége, ezért is ápolja emlékét. Itt mostanában sok szó esik arról, hogy hogyan lehet Magyarország történetét globális történelemben elbeszélni, mi a mi helyünk a globális világban, és igazából Nagy Ferenc életútja az nagyon-nagyon sok pont országgal összekapcsol minket, Indiával, Fülöp-szigetekkel, és még sorolhatnám. Tehát nem csak egy magyar-amerikai történetről van szó, és nem csak egy nemzeti történetről, bár szeretném hangsúlyozni, hogy Nagy Ferenc életútjának az elbeszélés és feldolgozása az egy nemzeti érdek. Tehát ez olyas valami, amiben összefogás kellene mindenféle politikai pártállástól függetlenül, attól függetlenül, hogy ő egyébként a kisgazdapártnak volt a vezető alakja. Szerintem a miniszterelnökünk jelenleg méltatlanul van elhelyezve a történelmünkben, és valahogyan egy méltó megemlékezésre lenne szükség. A kutatócsoport munkáját öt ember kezdte el. Később csatlakozott hozzájuk Máté Zsolt, aki a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza. Ginelli Zoltán pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem berkein belül folytatja ezt a munkát, mint kutató. Az egész csapatmunkának a lelki erejét az Kovács Zoltán szolgáltatja, mert nélküle nem kezdődhetett volna el az egész kezdeményezés. Most jelent meg egy kötet a Dél-Dunántúli Történelmi és Sajtótörténeti Egyesület gondozásában, ami Nagy Ferenc életútjáról szól. Elsősorban a Bise és a Baranya megyei vonatkozásokban. Ez például a Kis Zoltán taktársunk írt ebbe a kötetbe. Tehát sokrétű a tevékenységünk, nagyon jó lenne egy konferenciát is szervezni Nagy Ferenc életútjáról. Ez lenne például az egyik rövid távú cél. Születésének 120 éves évfordulóján megemlékezést tartottak a kutatócsoport tagjai és a helybeliek Nagy Ferenc szülőházánál a Baranya vármegyei Bisén október 8-án. A kutatócsoport egyik célja a Bisén lévő szülőházban egy emlékszobát kialakítani és történelmi emlékhelyé nyilvánítani a házat és környékét.